tudomány és a technika robbanásszerű fejlődése következtében a műszaki termékek igen nagy szerepet kapnak a kereskedelemben. A fémipar termékei ma már önálló szaküzletekben vásárolhatók meg, és ugyanez igaz a műszaki cikkekre is. A vas és műszaki kereskedő szakma alatt a vas és műszaki áruk adásvételére irányuló gazdasági tevékenységet értjük, melynek során a kereskedő feladata az áruk népszerűsítése, értékesítése, a vásárlók kiszolgálása. Vevők bejönnek, van akik célirányosan jönnek, akik felhasználják ezeket az anyagokat iparszerűen, tehát bedolgozzák valami megrendelőnek, és vannak olyan vevők, akik gyakorlatilag csak azt tudják, hogy neki milyen problémát kell megoldani, mondjuk leesik a csempe, vagy ki kell festeni az ablakot, ajtót, falat tapétázni, az természetesen nem tudja, hogy célirányosan ő mit keres, és ezért hozzánk fordul, hogy adjunk neki tanácsot. Ez egy közepes űrtartalmú, ugye le lehet húzni, kényelmesen ki lehet. Ez vászonporzsák, igen. Be is tudom indítani a készüléket, a szívó teljesítményt meg tudjuk nézni. Ráadásul ez a készülék teljesítmény szabályozós, tehát lehet növelni, illetve lehet csökkenteni a készülék teljesítményét. A vas és műszaki áruk köre igen széles és változatos. A szegektől, csavaroktól kezdve a járműalkatrészeken, fűtőberendezéseken át, a szórakoztató elektronikai eszközökig a háztartási kis és nagy kétekig terjed. És most van fölcsavarra, most van a maximumon. Minden egyes új terméknél tudni kell, hogy ez a termék ez hogy megy, milyen sebességgel, milyen lóerős, szóval minden ilyen barométereit tulajdonképpen tudni kell. A kreativitás tényleg az kell, hogy a helyettesítő termékeket mindig be tudjuk ajánlani, amivel nem is jár rosszul, tehát ez nem egy tukmás, nem egy átverés, csak kreatívnak kell lenni, hogy tudni kell, hogy mi van itt, mi van a polcon, mi lesz, mi nem lesz. Ennek a szakmának van inger gazdagabb része is, mint hűtőszekrényt, vagy mosógépet, vagy kenyérpirítót eladni, mert itt vannak például a modern műszaki eszközök, ott a fiatalságot is jobban érint, DVD, televízió. Egy alapvető tájékozottságnak kell lenni ahhoz, hogy ahogy a szerszámgépek beépítőanyagok területén, hogy az ember hiteles legyen, és el tudja adni azt a terméket, amivel az áruház foglalkozik. Hát kapunk képzéseket, beszállítói tanfolyamokat tartanak az újabb anyagokról, az újabb technológiákról, az anyagok felhasználásáról, akkor a szerszámgépek működéséről, hogy ezt hitelesen át tudjuk, tovább tudjuk adni a vásárlóknak. A kereskedő tevékenysége nem korlátozódik a vevő kiszolgálására. A vásárló akkor elégedett, ha széles választékból válogathat, ha megtalálja a keresett terméket, ha jó minőségű árut kap. Ezért a vas és műszaki cikkereskedőknek jól kell ismerni a piacot, ismerni kell az árakat, a megjelenő új termékeket. Műszaki szakközépiskolát végeztem, érettségiztem, technikumot végeztem, de az igazság, hogy azt, amit én tanultam, azt a technika hamar túlszárnyalta. Hetente jönnek új termékek, de valamilyen szinten ez legalább izgalmas se teszi. Jó, lehet, hogy már elege lenne valakinek, hogy minden héten vagy akár naponta kell cikkeket olvasni, de akit ez érdekel, az szerintem szívesen olvassa. Kisebb boltokban maga állítja össze az árulistát, megrendeli a megfelelő tételeket a gyártótól, viszonteladótól. Szállításkor átveszi az érkező árut, ellenőrzi a mennyiséget, a minőséget, majd gondoskodik annak szakszerű elhelyezéséről, tárolásáról. Akkor nézzük. Azt mondja, hogy egy darab Ardó. MA04BEABXS. Nagyobb üzletekben külön személy, sokszor külön csoport foglalkozik a rendeléssel, a szállítással. A vas és műszaki kereskedelem napjainkban is folyamatosan fejlődik, alakul. Az árukínálat szélesedik, az egyszerűbb műszaki cikkek mellett az eladó ma már sok esetben igen magas technikai színvonalú, precíziós megmunkálású, gyakran komputerizált eszközöket, gépeket, berendezéseket árul. Ezek bemutatásához, használatuk ismertetéséhez folyamatos szakmai képzésre, önképzésre van szükség.
Már csak az is jó, mert hosszatávon is lehet gondolkozni, tehát látja az ember, hogy mit tudna elérni, vagy mi lehetne, tehát hogy nem csak értékesítő, hanem akár üzletvezető, hát és ilyesmi. Tehát én már így gondolkozok, tehát így mindenképpen megéri. Rettentő fejlődő termékcsoport a műszaki, és hát ha kezemből nem is tudom megismerni a készüléket, de eleinte katalógusból ki lehet bogarászni, hogy mégis mit tud, és azt feldolgozva egyfajta anyagot gyűjtök össze magamba, amit tovább tudok adni a vásárlónak, a vevőnek. Szerencsére a cég azt biztosítja, hogy egy nagyon-nagyon széles sávú kapcsolatunk van, ami azt jelenti, hogy benne a vevő ezt vagy azt az alaplapot keresi, én rögtön beírom ezt a típus, mert hát azért mindent nem tudok megjegyezni, 100 000 féle alaplap van, beírom és rögtön kijön a interneten keresztül, hogy akkor ezt tudja, azt tudja, ezért jó, és akkor ehhez hozzájön ugye már az alapvető tudás, hogy főiskolában mit tanultam, ez az, és ezek kiegészítik egymást. Milyen a jó eladó? Hát először is empátiája legyen, megismerje a másik embernek a tulajdonságait, tudja őt kezelni, soha ne legyen ideges, soha ne legyen nagyképű, megbízható legyen, udvarias legyen, és szerintem azért egy kis intelligencia se árt, ha beleszorul. A szemkontaktus és az arc kifejezésen nagyon-nagyon sok múlik. A vevő azonnal észreveszi, hogy őt az eladó lerázná, vagy tényleg türelemmel fordul hozzá, és kényelmesen az idejének megfelelően elmondja az adott termékről való ismertetőt. Ez fontos dolog. A vásárlóknak a visszajelzései nagyon-nagyon örömet tudnak az embernek adni, hogy utána keresik, már név szerint kérdezik a kollégákat, hogy éppen dolgozom-e vagy sem.